A környezettudatosság állt annak a találkozónak a középpontjában, melyre lakiteleken várták a diákokat és a pedagógusokat. A Comenius Waste program résztvevői között lengyel, cseh, portugál és holland gyerekek is voltak. A vajákolás rejtelmeiből kapnak ízelítőt a tőzsdei pálinka házban a Comenius Waste program cseh, lengyel, portugál, holland, svéd és magyar résztvevői. Az illatos zsákokba levendula, kamilla és rózsaszirom került, a tégelyekbe pedig egy különleges kence. Egy olyan krémet készítettünk, ami minden bőrtípusra megfelelő lehet, nincsenek benne allergén anyagok, és csupa természetes anyagból. És azt gondoltuk, hogy megmutatjuk a külföldről érkező gyerekeknek is. A lakitelekiekkel már többször csináltam ilyen foglalkozást, de most így kiterjesztettük erre a programra. Se a vaj van benne, mandulaolaj, olívaolaj, ezek az, amik legjobban, leginkább közelítenek az emberi fagyú összetételéhez, tehát ezért jók a bőrápolásra. Az illatanyag pedig narancsolaj benne, és tartósításnak E-vitamin olajat használunk, ami szintén egy természetes anyag. We are from Poland. Lengyelországból érkeztünk, a csapatunkat 4 tanár és 10 diák alkotja. Azért vagyunk most itt, mert számunkra nagyon fontos, hogy részt vegyünk egy olyan programban, ami segít környezettudatosságra nevelni a gyerekeket. Emelte ki Andrej. Minden nagyon szuper, nagyon jól érzem itt magam. Most vagyok először Magyarországon. Azt várom ettől a programtól, hogy új emberekkel találkozzam, és megismerjem a magyar kultúrát. Ez egy hatalmas kaland számomra, árulta el Kasper. A vajákolás után a festőnövények tudományával ismerkedhettek meg a program résztvevői. Helyi alapanyagokból készítettünk tintát, így a fagyalbogyóból, meg a vöröshagymahéjából, és azzal a tintával most gótbetűket írnak náttollal. Tehát most a helyi értékek a fő cél, és most éppen belemélyülhetnek ebbe. A fagyalbogyót nem ismerték, de megmutattam nekik, így most már ráismertek, hogy jé, ebből is lehet készíteni tintát. Magát az eszközt, a nátollat nem ismerték, de szerintem az annyira bennünk van, hogy ösztönösen ráéreztek, hogy hogyan kell használni. Az iskolák közötti együttműködés 2 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor kapcsolódtak be a diákok és tanáraik a Comenius Waste programba. Budapesten találkoztunk össze a Tempus közalapítvány szervezett egy partnerkereső szemináriumot, és akkor eldöntöttünk, hogy mi szeretnénk közösen egy természetvédelmi projektet megcsinálni, és ezt el is kezdtük az elmúlt tanév elején. Azóta sok tevékenységünk volt, helyi környezetvédelmi problémákat kutattunk fel, azokkal próbálunk megküzdeni, illetve segíteni, hogy a gyerekek felfigyeljenek ezekre, és ha sikerül, akkor elérjük a helyi közösségeket is, hogy segítsék a gyerekeket ezekben az erőfeszítésekben. És hát voltunk sok országban, meglátogattuk egymást már Svédországban, Hollandiában, Portugáliában, Csehországban, Bőcsön is voltunk, és most érkezett el az idő, hogy lakitelekre látogattak a testvériskoláink. A lakiteleki találkozó témája többek között a környezettudatos étkezés és a helyi élővilág volt. A résztvevők megosztották egymással nagyszüleik receptjeit, megkóstolták egymás specialitásait. A helyi élővilággal pedig a tőserdőben ismerkedtek, lóhátra pattantak, sőt, csónakáztak is. We enjoy very much to be in Lakitelek. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Lakiteleken. Ez a második alkalom, hogy Magyarországon járunk, tavaly ősszel Bőcsre látogatott a csapatunk. A gyerekek nagyon szeretik ezt a programot. Nálunk a Göteborgi iskolában körülbelül 80-90 diák kapcsolódott be a programba. A gyerekek sokkal környezettudatosabbak lettek, mióta bekapcsolódtunk a Comenius Waste projektbe. A programnak többek között az a célja, hogy mi, mint kis emberek, ebben a nagy univerzumban egy kicsi lépéssel hozzájáruljunk a környezetünk megóvásához. Emelte ki Tina Nilsson. Csehországból jöttünk, Varnsdorfból. 6 gyerekből és 4 tanárból áll a csapatunk. Nagyszerű itt lenni, nagyon ízlenek az ételek, és a vendéglátó családomnál is nagyon jól érzem magam, tudtuk meg Tinától. Nekem eddig a koncert tetszett legjobban, mondta a cseh diák. Nekem is a koncert, a csónakázás és a krémkészítés, tette hozzá Tina.
A diákok az együtt töltött napok után élményekkel, új tapasztalatokkal, környezettudatos receptekkel, no és persze új barátságokkal gazdagabban térhettek haza Lakitelekről.